egy elfelejtett szó című dalt választottam. Azért, mert ez egy ilyen gyorsabb, ilyen, lehet azt mondani, hogy funkisabb dal. Nekem az annyira tetszik benne, hogy 2005-öt írunk, és én ilyen ritmus szekció őrült vagyok, és hogy meghallottam a dobokat, hát az kész. Még szerintem 2005-ben is megállná a helyét. Annyira jól meg vannak csinálva. Meg a harmóniaváltások, meg minden nagyon komoly. A szimpatikus nekem a szöveg, mert ez ilyen teljesen ilyen zenész szöveg, hogy zeneszerzésről szól. Szóval vannak ilyen mondatok, hogy én adom a dallamot, te adod a szót. Szóval, hogy én írom a zenét, te írod a szöveget. Hogyha meghallgatjuk a adott kornak, mert benne van mindig vannak benne kis fricskák. Például van ez a Rádió című dal, hogy még az is elég volt, hogyha nem is tudom, hogy van a szöveg, hogy nem tudom, kicsoda egy nótát énekel, még az is elég volt rádió műsornak. Szóval ilyen fricskák azért vannak benne a korhoz. Én magyarul sokkal jobban ki tudom fejezni az érzelmeimet, vagy az érzéseimet. Hát eleve én is magyarul írok dalokat, ugye? És hát nekem ez nagy segítség. Nekem ez így egyszerűbb. És már jön is Molnár Ferenc Karamell! És másképp érted, mint ahogyan én. Más a szó, ha mondod, más a hallgatod. Nem tudná a bal kéz, mit akar a jobb. Én tudom a dallamot, te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó. De mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, elrabolott, ellopott. Amit érzel, látom, amit lát. Mégis másképp mondom, mint amit te vársz. Gondolhatok bármit, előbb mondod ki. Megportog egy kőben, és te fogsz elesni. Ó, én hordom a balcipőt, rajtad van a jobb. Összeköt a cipőfűzön, nem egy nagy dolog. Tényleg nem biztos, nem tudom, hogy jó. De mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Molnár Ferenc Karamell! Köszönöm szépen. Na, mi volt a mosoly tárgya? Köszönöm szépen. Nagyon szépen nagyon boldog, Karamell is boldog, zsűri, úgy szintén. Mi van itt? Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen.
tényleg. Nagyon vicces, tulajdonképpen még mindig nem lazultál el, tehát még mindig nem táncolsz, még mindig megoldod toroktól fölfelé a dolgot. Hát hihetetlen, ha egyszer mozdulnál, de fantasztikus vagy, nagyon örülök. Köszönöm szépen. Szerintem ilyen énekléshez nem kell táncolni. És még azt szeretném mondani, hogy imádlak. Ugyanígy szoktam elszúrni a szöveget én is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát én ilyen ösztönösen lútbőrrel mérek. És másodjára tört. Először, amikor a saját dalodat adtad elő, és most éreztem még egyszer ugyanazt az erőt benned, amikor a saját dalodat érezted. Tényleg a magyar nyelven való éneklés, és csak egyetlen kritika, hogy annyira édes Maci vagy, hogy még a süket némáknak is adsz azzal, hogy megmutatod egy-kettő cipőfűző, jobb bal, ez nem fontos. Köszönöm. Na, annyira örülök, hogy bemondtad a kisfilmedbe, hogy ez olyan kis funkis dal, és tényleg funkisan énekeltél. Úgyhogy gratulálok, ez az egyik. Másik, hogy azt éreztem, hogy aj, de kár, hogy vége, még annyira hallgattam volna. Köszönöm, én is annyira énekeltem volna. Hát... Az jutott rólad eszembe, hogy nemrég voltam a Vasúttörténeti Parkban, és közelről láttam, nem tudom milyen régóta, egy nagy gőzmozdonyt, és ez a gőzmozdony, ez hatalmas, tehát nekem egy nagyon nagy élmény volt, régen láttam ilyet, és akkor egyszer csak beindították a gőzmozdonyt, és akkor még olyan voltam, mint egy gyerek, rácsodálkoztam, hogy micsoda erő van ebben. Istenem, ha egyszer elindulna ez a gőzmozdony. Köszönöm. Köszönjük szépen a zsűrinek. Karamell, hát fantasztikus voltál, köszönjük szépen. Köszönöm. Sziasztok. Telefonszáma 06-81-201-007, és van egy 1797-es közös SMS számunk is, melyre a Karamell keresztmetszetet elküldeni, ha önöknek ma este Karamell tetszett a legjobban. És akkor